A városrészben egy megújuló energiaudvar létesült. Valamikor ez az épület iskolaépület volt, a szüleink tanultak itt, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt az épületet megújítsuk. Az Alamegyei önkormányzatnak volt egy lehetősége, hogy szemléletformálás területén pályázatot adjon be, és úgy gondolták, hogy ezt itt lenti város területén, Lentiszombathelyen valósítsák meg. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a beruházás itt nálunk valósult meg, hiszen meg tudtunk menteni egy régi iskolaépületet, és ezáltal egy hasznos funkciót tudunk neki adni. Természetesen ez a felújítás nem állít meg, hanem lesz majd folytatása rövidesen, még ebben az évben és jövőre. Mit is takar az energiaudvar elnevezés? Az energiaudvar elnevezés az gyakorlatilag a környező településeken található lakosság, illetve vállalkozások, valamint iskolákat érinteni olyan képzési és bemutató céllal, amikor is a résztvevők, illetve a célcsoportok találkozhatnak az energiahatékony és takarékos megoldásokkal. Milyen eszközök jelennek meg itt Lentiszombathelyen? Lentiszombathelyen a projekt négyféle eszközt tartalmaz, első körben egy napelem cellákból felépülő részt, aztán napkollektort, ugyanide csatlakozik be a villamos hálózatba a szélgenerátor, illetve van még egy növényi olaj működésű generátor is. Miért fontos ilyen formában a megismertetés? A környezetvédelem szempontjából kiválóan alkalmas arra, hogy ma már modern eszközök alapján megismerje a lakosság, illetve a célcsoportok ezeket a berendezéseket, és remélhetőleg későbbiekben, mint felhasználók, illetve alkalmazók is részt vesznek ebbe a közös munkába, a földünk megvédése érdekében. A klímaváltozás hatásait úgy gondolom valamennyien érzékeljük, és azt is tudjuk, hogy a klímaváltozás hátrányos következményeit úgy lehet mérsékelni, hogyha az alternatív energiákat, a megújuló energiákat helyezzük előtérbe. Ebben a pályázatban és ebben a beruházásban azokat az eszközöket és módszereket szeretnénk népszerűsíteni, megismertetni az esetleges felhasználókkal, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vidéki térségekben elterjedjenek azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik a napenergia, szélenergia és egyéb megújuló energiák felhasználását.